Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Zsöme vagyok, és ez a Formula Student csehországi versenyének a harmadik videója. Dél van, nagyon pörgősre sikerült a reggel, ezért köszönök be most, indítom a videót most. Egyből, ahogy tudtunk, mentünk motort melegíteni reggel 8.30-ra, és 9 órára már ott is voltunk az Accelerationen, ahol sikerült menni egy nagyon jó időt, 2-t is, 3-at is. Második helyen vagyunk most, egyetlen századdal lemaradva az első helytől, úgyhogy ez egészen korrekt. Utána pedig egyből mentünk skidpadre, ahol ugye tegnap már mentünk egyet, tehát most Ádám ment egy skidpadet. De arról, hogy ezek hogy is sikerültek, megkérdezzük Havasit. Szóval hazudtam, Bokor fogja elmondani, nem pedig Havasi, de halljuk. Szóval sziasztok, végeztünk a délelőtti skidpaddel és accelerationnel. Reggel bementünk, megmelegítettük a motort, mindent rendbe találtunk, majd utána az első pilótával meg is csináltuk a gyorsulást, mentünk egy igen jó időt, utána egy gyors pilóta cserével megcsináltuk a második ránunkat, hogy maradjon időnk skidpadezni még, és maradt is időnk, Ádám még egy tesztrekre is be tudott menni, megnézve, hogy mozog az autó, majd utána Ádám is lement a skidpadjét egy elég idővel, így mind a két versenyszámban ott vagyunk a dobogón valószínűleg, még várjuk az eredményeket, még a többiek még mennek. Most meg visszahoztuk az autót a boxba, és átnézzük a délutáni autókrosszra, felkészítjük, leellenőrzünk mindent, lesz egy futómű állítás, aztán megyünk délután autókrosszra. Sziasztok! Köszönjük, Bokor! Már egyből ment is visszaszerelni, futóművet állítani. Így van, a lendület az töretlen, úgyhogy megpróbálunk autókrosszon is a lehető legjobban teljesíteni, és reméljük, hogy ott is minimum dobogó közeli helyezést érünk el. Nézzük, hogy alakul. Szóval túl vagyunk az autocrosszon, ami az FS-nek úgymond az időmérője. Én kezdtem, ugye két körünk van pilótánként. Az első körben megnéztem, hogy milyen a balansz, illetve kicsit még ismerkedtem a pályával, ami szerencsére pont olyan volt, mint tavaly, így nem volt ismeretlen terep, jól fel tudtunk rá készülni. Az első körömben megpróbáltam inkább egy biztosat menni, a másodikban pedig megpróbáltam bátrabban bemenni a kanyarokba. Szerencsére mindenféle nagyobb hiba nélkül sikerült nagyjából a maxot kihozni magamból és az autóból, úgy éreztem. Ez elég volt egy akkori pole pozícióra, egy 1.13.2-re. Aztán jöttem én, látva az időket, igazából könnyű dolgom lett volna. 13-as idő kellett, tavaly 11-es idővel kezdtem az első kört, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez egy megtisztelt körrel simán megvan. 13 hetet mentem, egész jó volt szerintem, a balansz is, az autó is, aztán a másodikra mondom oda durrantunk, egész a hegyig jó volt, a szűk kanyarba viszont egyes helyett 3-asba ragadt az autó, így nem volt jó a kigyorsítás, bójáztam is emiatt. Aztán onnantól inkább hagyjuk a sztorit, de szerencsére mindkét idővel megnyertük az autókroszt, legalábbis eddig úgy néz ki, nem akarom elkiabálni. Elvileg én sem bójáztam, Martin se, úgyhogy szerintem most örülünk, úgyhogy fasza volt. Fasza volt. Köszönjük, srácok! Szerintem az egész csapat nevében mondhatom, hogy nagyon ügyesek vagytok és büszkék vagyunk rátok. Viszont tovább haladunk a nappal. Most, hát egy óra múlva fog következni egy teamfotó, és este pedig award ceremony, aminek az eredményeit kíváncsian várjuk. Nagyon hosszúra nyúlt ez az éjszaka. Már szombat van, most veszem föl az elköszönést.
Az eredményekkel kapcsolatban egyelőre nem mondanék semmit. Akadt egy kis probléma a feldolgozásban, de talán azt mondhatom, hogy büszkék lehetünk magunkra. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan alakul a Formula Student csehországi versenyén a csapatnak az élete, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el benyomni a kis csengőt sem. Továbbá kövessetek minket TikTokon, Facebookon és Instagramon is. A következő videóban találkozunk. Hajrá, motorsport! Sziasztok! Footcam. Nehéz a lábam, azt mondják. A jobb.